A Vörösmarty Színház felé sétált a város polgármestere szerda délelőtt. Nem véletlenül, hiszen elsők között újította meg színház bérletét. Cserpalkovics András, ahogy az elmúlt években mindig, most is bérletet vásárolt a színházba. A polgármester azt mondja, minden adott ahhoz, hogy zavartalan legyen a teátrum 2023-24-es évada. Nem csak elindul majd az évad, hanem szépen ütemezetten folyamatosan végig is fogja tudni játszani azokat a darabokat a színház, amiket eltervezett 2023-24-re, hiszen tudjuk, hogy beszereztük ide a Vörösmarty Színházhoz is a működéshez szükséges villamosát. Áramot, így nem lesz semmi akadálya annak, hogy téli időszakban is a színház dolgozni tudjon. Az új évadban a nagyszínpadi premierek között lesz például a Csodálatos vagy Júlia, a Király beszéde, a Ne most drágám, valamint a Kőszívű ember fiai is. Az elmúlt évek művészi termése pedig annyira bő volt, hogy olyan darabok is műsoron maradnak, amelyeket ismernek és szeretnek az emberek. Így továbbra is láthatja a közönség például a Mágnás Miskát, a Boeing Boeinget, a Padlást, a Beatles.hu-t, vagy például a Fémet, valamint a Városházán is lesz a 12 dühös ember. A közönség 23 féle bérletkonstrukció közül választhat.